hogy egy kisvárosban vagyunk, először nem beszélgetünk egymással, és megpróbáljuk a kisvárosnak a hangulatát bemutatni némán. Mindenkinek van munkája, mindenki csinál valami, mindenki másképp jelent. Hogy telt a hétvégét? Igen, benne. Jól. Jól? Mit csináltál a hétvégét? Szia, Marcia! Szia, Lina! Van kölcsön fel, és úgy most borult ki két flakon a festék. Figyelj, megnézem. Köszi! Itt is vagyok a festék. Kösz! Szia! Szia. Se bántsa meg. Végül azonos távolságra a kettőtől leült a közszínpad peremére, és hol az egyikre nézett, hol a másikra. Egyszerűen várta, hogy mi lesz. Vannak dolgok, amikhez idő kell, s Momo semminek se volt olyan bővében, mint az idő. És ezt a hogyan bizonyítod be nekem? Mert tudod, azon kívül, rajtam kívül senki nem jut hozzá a vedremhez, és én nem köröm össze a vedreimet, csak úgy. Az már úgyis egy rozsdás roncs volt. Az volt a legújabb vödrön. Az igenis jó vödör volt, és igenis örülj neki, hogy legalább kölcsön kapsz valakitől valamit. Legalább kifizetnéd. Miből lesz nekem új? Szerintem miből fogom felseperni és felmosni az utcákat? Tökéletes tőlem egy festéket, festmény, amit egyáltalán nem fizettél ki. Ott van a pénz. Minden idehozom neked és egy perc alatt ki is fizetem. A felé ki van fizetve. Ez pont olyan, mint hogy csak a vödrömmel eltöltem. Én még nem fizettem ki a festményedet. Szóval egymás van kb. Egyetlenem, nem? Léptek nagyjából. De csak nagyjából. Na jól van, szerintem hülyeség végre szóltatnunk. Vödör összetört, festmény nincs kivizetve. Bánja fene. Bánja. Békéljük ki.